Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról résztvevőket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek bennünket, jelenlétükkel a Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Cank Ferenc vagyok, a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, mi nálunk itt mindenki kortól és nemtől függetlenül tegezi egymást. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs, boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével, Mariannal kiegyensúlyozott, boldog családi élete van, két fiú gyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel, 1991-től szervez embereket, és van egy saját szervezési csapata. 1993-tól vezet embereket, több pénzintézet vezetője volt. Kis technikai kérdés. Van. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független szervezet, spirituális szervezetének a vezetője. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek vezetésével négy különböző területen lett piacvezető egy cég. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig több tízezer ember életét képzésében és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar embereken segíteni, hogy közben az élete romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel is rendelkezik. Küldetése, az emberek lelkifejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban együtt élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Most pedig szeretném megkérni vezetőnket, Szerdasi Miklóst, hogy jöjjön és tartsa meg a képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nézzük meg, hogy mit is csinálunk. Coach képzésekkel foglalkozunk. A coach azt jelenti, hogy ember és élet jobbító, legalábbis a mi értelmezésünkben. Tehát mi ember és élet jobbító coach képzésekkel foglalkozunk. Miért is? Sokan azt gondolnák, hogy hát vajon egy előadó miért tart előadásokat másoknak? Most megkérdezném például egy tanár miért tanít gyerekeket? Hát mert úgy tanulta. Ugye az iskolában, nem, hogy ugye egyetemen vagy főiskolán tanították neki a, ugye a gyerekek tanítását, nem? Tehát, hogy tanár legyen, nem? Nem? És tehát ő arra, azt a pályát választotta. Na most, miért választ az ember egy pályát? Foglalkozást. Hát mert azt látta a gyerekkorban, hogy a szüleinek is volt, nem? Tehát volt valami foglalkozása, nem? Tehát ugye mondhatnánk azt, hogy azt látta, hogy a szülei valamiből élnek, nem? És ugye a legtöbb tanár az mikor lesz tanár? Amikor elvégezte a főiskolát vagy az egyetemet, nem? Ez általában mikor történik meg? Hát valamikor 18-19 éves kor után, nem? Tehát a legtöbb. Nyilván van, aki később végzi el ezt, de az viszonylag kisebb szám. De ugye miért választ az ember foglalkozást? Miért választotta egy foglalkozást? Hát, hogy megélhetésedet biztos is, nem? Nehogy valaki ezt letagadja, hogy ezért.
Na, hogy valaki azt mondja, hogy azért választott foglalkozást, mert nem is tudom, mit akar. Hát gyerekkorban? Nehogy már. Hát gyerekkorban az ember azt se tudja, mit akar. Hát gondoljuk végig, a gyerekeknek a nagy része választ valamilyen foglalkozást, és a nagyon nagy többsége soha nem is fogja végezni. Soha. Ó, miről beszélünk? Tudod, mikor derül ki, hogy átlagosan, hogy valaki igazából mivel is akar foglalkozni? A tapasztalatok szerint átlagosan 35 éves korra derül ki, hogy igazából ő mivel is akar foglalkozni. Nem 14 éves korban, nem is 18 éves korban, de nem is 24 éves korban. Hát miért van az, hogy hiába végzett egyetemet vagy főiskolát, mit tudom én, taxisofőr lesz. Magyarországon van a világon a legtöbb diplomás taxisofőr. Hát a taxisofőrködéshez nem kell diploma. Érted? Nekem is, ugye amikor az én időmben iskolába jártam, volt egy tőlem majdnem 10-essel idősebb sráca, 10 évvel idősebb srác az utcában, és senkinek nem volt ott a környéken diplomája, neki volt. Na, mi lett a foglalkozása? Tehertaxis. Tehertaxis. És képzeld el, még nyugdíjas, de még mindig tehertaxizik. Tehát már javában, mondom, majdnem egy 10-essel idősebb, mint én. Javában. Még mindig tehertaxizik. Szóval a lényeg az, hogy mi a Manónak kellett neki a diploma? Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ő pontosan tudta, hogy már 15-20 éves korában, vagy akármikor, hogy ő mi akar lenni, ha persze, ez olyan ritka, mint a fehér holló. Tehát miért választ az ember egy foglalkozást? Mert azt látta, hogy a szüleinek is volt, lehet, hogy nem is iskolába tanulta, hanem a nagyapától, vagy a nagyanyától sajátította el, érted? És akkor azt csinálta. Miért? Mert az volt a megélhetés. Tehát a legtöbb ember, nem a fele vagy a felétől egy kicsit több, hanem gyakorlatilag majdnem mindenki. Szinte kivétel nélkül. Azért választ gyerekkorban valami szakmát, érted? Vagy fiatalkorban valami szakmát, hogy abból megéljen. Ha lehet, hogy valaki annyira megszereti utána a szakmáját, hogy hivatásból kezdi el csinálni. De olyan nincs, hogy valaki már úgy kezdi el a szakmáját, hogy neki hivatástudata van. A hivatástudat az később kialakulhat. De nem az elejétől, érted? Hol van hivatástudat, amikor még csak tanulod azt a szakmát? Hol? Nem is tud lenni. Érted? Persze, valami némi nemű indítatása lehet az embernek arra a területre, de ennyi az egész. És nehogy már nekem valaki azt mondja, hogy ő tudta pontosan gyerekkorban, érted, hogy ő hivatásszerűen fog valami foglalkozással, és konkrétan milyennel foglalkozni, és már ő elhivatottan arra felé haladt. Dehogy is volt ilyen. Tehát az ember, amikor elkezd valamit, csinálja, aztán rájön, hogy vagy neki való, vagy nem. Nem? Tehát vagy nekiáll, és mert ú, de tetszik, meg ú, de érzéke van hozzá, és szereti csinálni, aztán kiderül, hogy hát egy pár év múlva már unja az egészet, érted? Én is így voltam az autószereléssel. Baromira untam, érted, hogy nyakig olajos vagyok. És hogy a nejemnek, mit tudom én, naponta, két naponta kellett mosni az olajos ruhákat. Tehát ugye régen nem úgy volt az autószerelő, mint most, hogy lassan fehér köppenybe lehet autót szerelni. Szóval
lényeg az, hogy az ember, amikor éli az életét, akkor úgy szépen lassan úgy rádöbben arra, hogy mi is való neki. Hát eleve ott kezdődik a dolog, hogy most tanulunk egy személyiségfejlesztő képzésen, tanuljuk azt, hogy mi az ideális foglalkozása az embernek. Egy. Tehát az ő energiájához mi az ideális foglalkozás, illetve a küldetésének az eléréséhez mi az ideális foglalkozás. Ha ezt megnézzük és kielemezzük az embereknél, akkor legtöbb ember nem feltétlenül azt végzi, ami az ideális. Arról nem is beszélve, hogy még annál jóval kevesebb halad a küldetése felé. De nem is ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy gondold végig, például egy embernél azt is meg lehet állapítani, akár úgy, hogy még nem is felnőtt, hanem akár 5 éves korában, hogy várhatóan mikor lesz felnőtt. Tudod, mit jelent a felnőttség? Nem fizikai felnőttséget. Nagy tévedés. Hogy itt belül mikorra érik meg felnőtté. És ezt meg lehet határozni. Persze van olyan, aki ettől eltér, mondjuk 9 évvel hamarabb időszakban. De az viszonylag ritka. És a legtöbb ember tényleg akkora érik meg szellemileg, amire kiszámoljuk neki, hogy el fogja érni. Érted? És gondold végig, nagyon sokan, mit tudom, 25, 26, 27, 28 éves korukban lesznek szellemileg felnőttek. Ami azt jelenti, hogy honnan tudná ő 15 éves vagy 20 éves korába, hogy milyen foglalkozás lesz, amit élvezni fog. Hát eleve, ha nézd körül, a legtöbb ember úgy éli le az életét, hogy nem is élvezi azt a foglalkozást, amit művel. Nem? Tehát ugye az emberek vagy azért foglalkoznak azzal, amivel foglalkoznak, mert a szüleitől azt látták, hogy azzal foglalkoznak, vagy azért, mert a szüleik azt mondták, hogy na fiam vagy lányom, ez neked jó lenne, vagy például mert divat szakma. Nem? Vagy például mert van valami olyan jellegű képessége, hogy mondjuk jó kézügyessége van, vagy mit tudom én, micsoda, csak mondtam egy példát. Elnézést. És akkor annak alapján választ valami foglalkozást. De akkor is több tényező lehet, ami befolyásolja azt, hogy ő mennyire szereti meg azt a foglalkozást. Például az egyik, kikkel fog dolgozni. Például egy olyan környezetbe kezd el dolgozni másokkal, akikkel csak baj, vita, veszekedés van, akkor ő azt a szakmát nem fogja megszeretni. Vagy dolgozik, de annyit kell dolgoznia, hogy megéljen belőle, érted, hogy látástól vakulásig. Hát azt se fogja annyira szeretni, mert úgy elfárad benne, mint a nyavaja. Tehát nehogy már nekem valaki azt mondja, hogy mondjuk egy orvos, amelyik hivatástudatból orvos, ez manapság egyre ritkább. Én ezt már nagyon régen mondtam egyébként, hogy nehogy már nekem azt mondja egy orvos, aki hivatásból orvos, hogy akkor is szeret gyógyítani, mikor a legjobb álmát alussza, és akkor fölkeltik éjszaka, hogy jöjjön gyógyítani. Nehogy már azt mondja valaki. Érted? Vagy már dolgozik 14 órája, és még mindig menni kell a következő beteghez. Nem, már nekem valaki azt mondja, hát akkor is úgy imádom, hogy megyek. Érted? Tehát lehet arról beszélni, hogy hivatás,
De egy hivatás is akkor tud igazán hivatás lenni, hogyha te azt tudod mondani, hogy jó, ennyi elég volt mára ebből. Érted? És azért a fizikai munkánál hivatást meghatározni, az baromi nehéz. Tudod miért? Szellemi munkánál könnyebb. Mert a szellemi munkát hosszabb ideig lehet végezni, mint egy fizikai munkát. Mert a fizikai munkának gyakorlatilag a tested, a fizikumod az akadálya, hogy mikorra fárad ki. Érted? Lehet, hogy te 8 órára vagy kalibrálva fizikailag, és ha 12 órát kell dolgozni, akkor az már nagyon nyűgös lesz. Érted? Tehát meghatározni azt előre, hogy mi lenne jó valakinek valamilyen foglalkozás, amiből ugye mi lesz? Hát kell, hogy jól érezze magát. Ahhoz, hogy jól érezze magát, nyilván olyan közösségbe kell lennie, nem? Akkor legyen hozzá képessége, nem? Tehát lehetőleg minél kevesebbet botladozzon abban a tevékenységben, nem? Harmadik, hát hogy nyilván élje meg belőle. Hiába szeretsz valamit, nem tudom, ki szeret horgászni. Tegye már fel a kezét, aki szeret horgászni. Aha, és megérsz belőle? Ennyi. Ja? Nem, egyikötök sem. Most onnantól kezdve hiába szeretsz valamit, ha nem tudsz belőle megélni, érted? Akkor valami mást kell csinálni, amiből megélsz. Tehát ugye fontos az, hogy olyan emberek vegyenek körül, akivel szeretsz együtt lenni, nem? Fontos az, hogy szeressed azt csinálni, mert megvannak hozzá az adottságai, tudásod, stb. Nem? Hát nézd meg, ha valamit, biztos csináltál olyat, hogy valamit nem tudtad még jól csinálni, addig még nem igazán szeretted, de amikor már elkezdted jól csinálni, akkor megszeretted. Volt ilyen? Biztos volt, nem? Na most, ez nagyon fontos, hogy tudjad jól csinálni, ahhoz meg nyilván kell valami szakértelem. És hát az is kell, hogy meglegyen az kellőképpen fizetve. Tehát magyarul elég jövedelmed legyen belőle. Na most akkor ez, megnézed ezt a három feltételt, nem könnyű feltétel. Vagy valaki azt mondja, jó, akkor vegyük abból ki az első feltételt. Nem kell, hogy olyan emberek vegyenek körül. Nekem az a jó, hogy otthon fogok egyedül dolgozni. Azt otthon esz meg a penész. Érted? Egyedül. Szóval gondold végig, az ember egy társas lény. Nem arra való, hogy 7 nappal át éve otthon legyen egyedül. Hát most gondold végig, itt van ez a home office kérdés. Jó, az se jó, hogy valami hülye közösségben van az ember, érted? Ahol egyik hülyébb, mint a másik. Az se jó. De az se jó, hogy otthon vannak a nagy magányukban, érted? Na most, hát mi lenne az ideális? Hát az ideális az lenne, hogyha te megválogathatnád azokat az embereket, akikkel együtt dolgozol, nem? Na akkor kérdezem, hogy az emberek többsége megválogatja a kollégáit? Hát ugye, ha valaki mondjuk esetleg főnök valahol, és ugye a beosztottakat ő válogatja, ha válogathatja, de kiderül utólag, hogy hát, beválasztottál levvel, apám. Nem? Tehát az sem az igazi, nem? Hát akkor ugye kellene egy olyan, hogy nem csak, hogy te választod ki, hogy együtt dolgozol, hanem ők maguk is kiválasztódnak, nem? Nem olyan is kellene? Tehát, hogyha neki nem tetszik, akkor odébb áll. Ezzel meg tudod, mi a baj a munkahelyeken? Betanítanak valakit. És épp, hogy betanították, odébb áll. Sokra mentek vele. Majd betanítják a következőt, majd az is odébb áll. Abból aztán lesz termelés.
hogy ez sem az igazi. Tehát egy olyan világban élünk, ahol valahogy ezekkel a dolgokkal elég nagy gubanc van, nem? És ezt ugye miből indultam ki? Avval, hogy ott vannak az előadók, akik tanítják az embereket, és akkor ráfogják, hogy azért tanítják, mert nekik ez a hivatásuk. Aha. Azt el tudom mondom még egyszer fogadni, hogy valaki meg kialakult, hogy az a hivatása. De ugye megkérdezném azt, hogyha most azt mondanák, hogy hónaptól mondjuk nem csinálhatod. Érted? Akkor mit csinálnál? A hivatásodat. Mint amivel most vannak ilyenek a világban, tudod, hogy azt mondták, hogy hónaptól nem csinálhatják. Tehát gondold végig, hogy élünk egy világban, és azért teszik az emberek, amit tesznek, mert abból pénzt keresnek. Ugye megkérdezném, hogy aki hivatástudatból tanít embereket, és most nem feltétlenül a tanárokra gondolok, hanem akik úgy tanítanak embereket, hogy felnőtteket tanítanak, és nem szakmára, hanem mondjuk, hogy jobban boldoguljanak az életük valamilyen területén. Akkor, hogyha hivatástudatból tanítanak, akkor miért kérnek egy tanítási óráért annyit? És akkor erre azt mondhatják, hogy hát, mert annyi az értékem. Aha, és akkor mondjuk tanítasz 300 embert, mondjuk. És akkor mondjuk tanítod egy órában. És akkor kértél mondjuk az emberektől mondjuk óránként 10.000 forintot. És akkor ott van 200 ember, és akkor lett belőle mondjuk 2 millió forintot. És akkor 2 millió forint az óra díja. Mert ennyi az értéke annak, amit átadta? Nem hiszem. Nem hiszem. Tehát akkor nem játszik közre vajon a pénz a tanításokban? Hát vannak olyan tanítók a világban, már nézték ezt, hogy mennyi a jövedelmük. Érted? Hogy kik a leggazdagabbak ezen a téren, mármint a jövedelem szerzés terén. És így felsorolták, utána tudsz nézni a neten egyébként. Tehát vannak milliárdosok is. És hány embernek az élete változott meg azáltal, hogy részt vett azon a képzéseken? Nem az a lényeg, hogy te milyen hivatástudattal rendelkezel, hanem az a lényeg, hogy az emberek mennyit fejlődnek annak hatására, amire tanítod őket, érted? Vagy amit tanítasz nekik. Mert én úgy gondolom, ez a legfontosabb. Hát minek tanítani embereket, ha nem fejlődnek, nem? Ja, azért, hogy pénzt keressél belőle. Aha. Na akkor nem játszik szerepet a pénz? De a te hivatástudatod játszik szerepet? Én tudom, hogy az, amiről most beszélek, ez fáj. Nem az itt tanulóknak fáj, hanem neked, aki nem vagy itt tanuló, és azt gondolod magadról, hogy te hivatástudatból tanítasz embereket. Oké? És mennyit változott az életük? Tehát ez a kérdés. Mennyivel tetted jobbá mások életét? Ez a kérdés. Érted? Mert nálunk ez nem kérdés, mert mi ezért csináljuk, érted? Tehát azért csináljuk, hogy emberek életét jobbá tegyük. És az, hogy ezért pénzt is kapunk, és ami fedezi a szükségleteinket, ez semmi gond nincs, érted?
Tehát most gondold végig, te tanítasz, és minden haszon, nyilván költségeid vannak, de minden haszon a te zsebedbe vándorol. Én a bevételeknek, a tandíjaknak a 75%-át szétosztom. Azok közt, a tanulók között, akik szerveznek. Ez óriási különbség hozzád képest. Oké? Okay? És ha megnézed, nálunk mennyi az óradíj? Mondjuk 330 forint. Nem 10 000, mint nálad. De még csak nem is 5 000, mert te nagyon olcsó vagy. Érted? És megint csak az a kérdés. És miben változtattad meg mások életét? Oké? Okay? Jobbá. Nem rosszabbá. Jobbá természetesen. Mert olyat hallottam már, hogy annak hatására rosszabb lett emberek élete. Érted? Nem kevés ilyet hallottam. Hát rosszabbá tenni valakinek az életét, az nem nehéz dolog. De talán jobbá kéne tenni, nem? Tehát, hogyha te azt vallod magadról, hogy te egy micsoda tanító vagy, akkor talán nem az kellene, hogy legyen a fő cél, hogy jobbá tenni mások életét. És hogy inkább azt mondanám, hogy tömegek életét jobbá tenni. Mert az, hogy egy pár embernek az életét jobbá teszed, az nem fogja jobbá tenni a világot. De ha tömegek életét tennénk jobbá, akkor talán az nem jobb út lenne. Tehát itt van egy olyan világ, ami, hát ha ezzel a világgal valaki elégedett, akkor elég furcsa módon működik, nem? De szó szerint értsd. Mert lehet, hogy neked hú, de happy az életed, és a többiekkel mi van? Le vannak fütyülve. Hát nem azt kell nézni, hogy neked milyen az életed, hanem azt kell nézni, hogy milyen a többségnek az élete. Érted? És egy olyan világban élünk, ahol sajnos nem azt látjuk, hogy az emberek egyre boldogabbak. Pedig nem ezt kell látnunk. De akkor megkérdezem, hogy vajon anélkül lehet egy embernek boldogabb az élete, hogy könnyebben boldogulna a saját életében? Tehát, hogy anélkül, hogy könnyebben boldogulna a saját életében, lehet annak boldogabb az élete? Hát, ha egyre nehezebben boldogul az ember az életében, akkor mitől lenne boldogabb? Érted? A nehézségek, azok nem a boldogság felé viszik az embereket. A nehézségek az épp ellenkezőleg. Ellenkező irányba taszítják az embereket. De ahhoz, hogy az ember, mit tudom, találkozik valami problémával, az, hogy az egy feladat a számára, vagy egy nehézség a számára, az attól függ, hogy az adott illetőnek milyen a tudása. És én úgy gondolom, hogy a bolygó minden tanítónak, aki felnőtteket tanít, az kellene, a céljuk lenni, hogy boldogabbá tenni oly mértékben az embereket, hogy az élethelyzeteiket jól tudják kezelni. Tehát, hogyha most megnézünk egy tesztet avval kapcsolatban, hogy van egy mondás, hogy olyanok a vezetők, amilyenek az embereik. Tehát olyanok az országok vezetői, amilyen a népük. Ez egy régi mondás. Érted? Ezek régi mondások. Tehát mondhatnánk azt is, hogy a fejétől bűzlik a hal. Oké? Okay? De milyenek a vezetők, főleg egy demokráciában? Hát akiket megválasztanak, nem? Hát hogyha az nép flúgos,
flúgosak lesznek a vezetőik is, nem? Na most gondoljuk, és akkor most nézzünk körül. Azt látjuk, hogy milyen szuper vezetők vannak a világban, nem? Azt látjuk. Egyik jobb, mint a másik. Nem? Eddig rosszabb volt, mert parlamenti demokráciában irányítottak. Most jobb, mert rendeletekkel diktatórikusan irányítanak. Nem? És ők nem hibázhatnak, mert ők a tökéletesség. Megkérdeznek tanácsadóként olyan embereket, akik félnek, rettegnek, érted? Én eddig mindig azt tapasztaltam, hogyha valaki fél, attól ne kér tanácsot. Még véletlenül se. Mert miért nem? Hát tudni, hogy rossz tanácsot fogadni. Érted? Hát kitől lehet tanácsot kérni? Hát aki jó hangulatban van, jó állapotban van, érted? Akire azt lehet mondani, hogy jól érzi magát a bőrében. Nem aki fél. És ma a világban olyanoktól kérnek tanácsot a világ vezetői, vagy az országok vezetői, akik ott cidriznek, érted? Félnek. Nem? Tehát elég érdekes világot élünk. Tehát nekünk van egy célunk. Én azért születtem, hogy átadjam azt a tudást és azokat a képességeket, ami ahhoz kell, hogy könnyebben tudja az életedben boldogulni. Ez a közvetlen küldetésem feléd. Ami azt jelenti, hogy elkezdesz itt tanulni, és azt fogod látni, hogy az életed az szépen elkezd egyenesbe kerülni. Persze, azért neked is oda kell tenni magadat egy kicsit, ugye, mert tanulnod kell, meg azért használni is kellene azt, amit tudsz, amit tanultál. Tehát ez a közvetlen, amiért születtem. De ennél van egy nagyobb cél, de az a nagyobb cél enélkül, a kisebb nélkül nem fog megvalósulni. Tehát a Földön nem lesznek olyan emberek, akik az élethelyzeteiket helyesen tudják kezelni, akkor ez az emberiség nem emelkedni fog szellemileg, hanem süllyedni. És ezt a süllyedést most látjátok. Tehát az emberiség szellemileg süllyed. Ez olyan, mint egy mocsár, amiben itt szépen süllyednek befele az emberek. De egy olyan mocsára gondolja, amilyen testmeleg. Érted? Ilyen testhőmérsékletű. És akkor jól érzik magukat benne az emberek ebben a mocsárban. Aha, tudod meddig? Ameddig észre nem veszik, hogy egy csapdába kerültek a mocsár révén, érted? Amiből maguk nem tudnak kijönni. Ahol egy kiút van. Kérni kell olyan segítséget attól, aki nincs a mocsárba. Oké? Okay? És mi okozta ebbe ezt a mocsárba kerülést? Nagyon egyszerű. Tudatlanság. Tehát ha valaki nem tudja, hogy ez egy mocsár, simán belelép. És most, mintha ezt látnánk. Az emberek simán beleléptek a tudatlanságuk által olyan dologba, ami szépen viszi őket lefele. És ez jó. Hát az ő szempontjából biztos, hogy nem. Még nem érzi, mert jól érzi ott magát, mert milyen kellemes, érted. Nem fúj a szél ott lent, tudod. Nincs sem meleg, sem hideg, pont jó. Mert jó, el vagyunk ebben a mocsárban.
Hoppá. Nem mi, hanem azok, akik el vannak. Az a többség, aki el van. Aki azt várja, hogy majd milyen jó lesz majd a jövőben. Csak ugye a mocsárban lévőnek egy jövője van. Vagy kér segítséget, illetve kettő. Vagy kér segítséget. Vagy szépen lassan elsüllyed. És minél jobban kapálózik, annál marabb süllyed. Tehát az embernek fel kellene ezt ismernie, hogy a tudatlansággal lehet, hogy eddig el lehetett boldogulni a múlt század óta, évtizedeken keresztül, mert hát a szüleid is elboldogultak a tudatlanságukkal. De a mai világban valahogy a tudatlansággal az ember sokra nem megy. És az embernek fejlődnie kellene. A világ változik, gondold végig, te, aki nem tanulsz itt, mennyit változtál az elmúlt két évben pozitív irányban? Ja, te azt mondod, hogy hát a világ negatív irányba változott, hát akkor én is negatív irányba persze, hogy változtam. És az így kellene lenni. Tehát az embernek negatív irányba kellene változni. Hát úgy tudunk boldogulni, hogyha pozitív irányba változunk, nem? Hát mit jelent a pozitív irány? Nézzük. Hát itt van 10 életterület. Ezen a 10 életterületeden könnyebben boldogulj. Mindegyiken könnyebben boldogulj. Ha azt látod, hogy a világ rosszabbodik, de te az életterületeden könnyebben boldogulsz mindegyiken, akkor neked nem rosszabb lett a világ, hanem jobb. Világos ez? A többi meg így járt. Mert ő is megtehetné, hogy pozitív irányba változtassa az életét. Az ő felelőssége, hogy megteszi azt, hogy pozitív irányba változtassa az életét, vagy sem. Mindenkinek a saját felelőssége. Nem másé. Mindenki megtehetné. Csak van, aki azt mondja, hogy hát majd magától jobb lesz. Mi lehet jobbá magától, csak úgy megkérdezni? Az életedben mi lett jobb csak úgy magától? Hm? Gondolkozz, mi lett jobb csak úgy magától? Hát van egy általános univerzumi szabály. Ha valamit nem építesz, nem gondozol, nem fejlesztesz, stb. Stb., nem szeretgetsz, nem ápolsz, stb. Akkor annak a minősége romlik. Beleértve az életedet is, és az életed területeit is. Mert ez egy univerzumi szabály. Tehát az, hogy vársz, várod, hogy az életed úgy legyen jobbá, hogy más esetleg jobbá teszi, nem fog működni. Tehát itt vannak a világban olyan emberek, akik most tömegeknek az életét tették úgy jobbá, hogy nekik most jobb az életük. Nem jobbá, rosszabbá, bocsánat. Tehát tömegek életét úgy tették rosszabbá, hogy nekik jobb lett. De szerinted lehet tartós valakinek ez a jobb élete úgy, hogy tömegek életét teszi rosszabbá? Nem valószínű. Ideig, óráig, tudod? És akkor azt lehet mondani, hogy majd rá is jár a rúd. Oké? Szóval egy nem tudom, hogy támadt-e az életedben most itt az elmúlt másfél évben olyan gondolat, egy két évben, hogy valamit kellene tenni a tudásommal.
hogy több és jobb legyen. Persze, akik itt tanulnak, azok semmi gond nincs ezen a téren. De te, aki mondjuk hónapok vagy évek óta esetleg nézed az előadásaimat, vagy elvétve nézed az előadásaimat. Nem kellene mind a 10 életterületen jobban működni. Tehát ez a torta, amit úgy hívnak, hogy az életünk, vagy az életünket, amit úgy nevezhetnénk, hogy torta, egy teljes torta, ez 10 szeletből áll. Nem 8-ból, nem 5-ből, 10-ből. És ennek a 10-nek minek jól kellene működni? Tehát furcsa torta az, amelyik minden szelet más ízű. Az egyik rossz, a másik jó, a harmadik kevésbé rossz, a negyedik kevésbé jó. Érted? Ez elég furcsa torta. Tehát egy torta az általában egy ízű, nem? És az illő lenne, hogy az finom legyen. Hát a te életednek is finomnak kéne lenni, nem? És itt van egy lehetőség, mondok példát, jó? Tehát foglalkozunk most a képzéseinkben azzal, ez nem coachképzés, amit tartok. Ez csak információ átadás. Ez csak ilyen tudatosságfejlesztés, de nem coachképzés. A coachképzés az általában ezután szokott történni. Most ugye kivételes eset volt, negyed évente egyszer, amikor a coachképzés ezelőtt van. Oké? Illetve van havonta egyszer is, hogy előtte van a coachképzés. Csak akkor egy kicsit hosszabb. Na mindegy, nem is az a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy ez nem egy coachképzés, hanem csak egy ilyen tudatosság, megnyitó, fejlesztő, hogy megnyíljon a tudatosságod. És rádöbbenjél dolgokra, egy ilyen. Tehát itt nem tanítom azt, hogy juss el A-ból B-be, azt lehet, hogy tanítom, hogy milyen nem jó, hogyha A-ban vagy, és mennyire kellene B-ben lenned. De azt, hogy juss oda, azt nem. Azok a coachképzéseink. És a coachképzéseinken most tanuljuk például azt, a személyiségfejlesztő coachképzés keretein belül, hogy kinek mi a küldetése. Ez a küldetés, ez bárkinek, mondjuk ha valaki ezért, mondjuk 5 percen belül tudja, hogy annak az adott másik személynek, akár lehet egy vadidegen ember, hogy mi a küldetés. Mit jelent az, hogy küldetés? Az azt jelenti, hogy miért született erre a bolygóra, milyen olyan céllal, amit neki teljesíteni kellene, az nem biztos, hogy fogja teljesíteni. Attól függ a boldogulása az embernek az életében, hogy a küldetését mennyire teljesíti. Oké? Tehát nyilván ez a küldetés úgy működik, hogy először az ember halad a küldetése felé, de amint rálép arra az útra, ami a küldetéséhez viszi, abban a pillanatban elkezd az élete rendeződni. És ahogy halad az ember minél gyorsabb tempóval a küldetése irányában, annál jobban működik az élete. Ez így működik. Ehhez ugye azt is meg tudod mondani az adott illetőnek, hogyha itt tanulsz, hogy mi lenne az ideális foglalkozás. Na most, elég sok foglalkozás van a bolygón, elég sok küldetés van a bolygón, és mégis, ha bárki itt tanul, és itt teszi a dolgát, magyarul a foglalkozásaként válassza a PPH-t, akkor bárki tudja teljesíteni a küldetését. Na, akkor kérdezem én, hogy vajon a bolygón van-e más olyan szervezet, ahova bekerülsz, és tuti, hogy tudod teljesíteni a küldetésedet? Nincs.
Tényleg nincs. Ez az egyetlen a bolygón. Tehát akármi legyen a küldetésed, akármi legyen a javasolt foglalkozásod, itt tudod teljesíteni a küldetésedet. Na most, ugye az imént említettem, hogy minél inkább haladsz a küldetésed irányába, annál jobban érzed magad a bőrödben. Annál jobban alakulnak ezek a dolgok az életedben. De te vacilálsz. Mikor akarsz elindulni a küldetésed felé? Azzal, amivel civilben foglalkozol, én az esetek, tudod, a túlnyomó többségében azzal találkozom, hogy egyáltalán nem a küldetése irányába halad. Körülbelül azt látom, hogy hát nincs 10%, aki a küldetése irányába halad. Tehát messze nincs 10%. Tehát 100 emberből körülbelül azt látom, hogy hát egy. 100 emberből egy. De az is tudod, hogy megy a küldetése felé? Mint az ökör, mikor tudod, mit csinál? Na, úgy. Na most azért jobb lenne valahogy így menni a küldetés felé, nem? Persze az embernek vannak kisebb kilengése, de miért ne? Meg az sem mindegy, hogy milyen sebességgel halad valaki a küldetése felé. Mert ráadásul az ember küldetése olyan, hogy csak hogy tisztában legyünk ezzel a dologgal, hogy nincs olyan, hogy befejezted a küldetésedet. Tehát ami azt jelenti, hogy a küldetésed az gyakorlatilag három dologból áll. De ezt most nem fogom elmondani, hogy miből van. Oké? És én azt látom, hogy ezt a hármat csak tudatosan és tudással lehet teljesíteni. Sehogy másként. És alig látni olyan embert a világban, aki ténylegesen ezt a három szempontot figyelembe véve halad a küldetésében. Érted? Azt látni, hogy a küldetése az megvan, abba halad, de csak két szempontból. A harmadik kimarad. Nincs harmadik. Vagy ha van, az csak ilyen kis picike, érted? A többihez képest, egy ilyen kis nyúlfartnyi. Tehát ott nincsenek teljesítve az elvárások kellőképpen vele szemben. Na most itt mindenki maximálisan teljesítheti a küldetését. Arról nem is beszélve, hogy akkor megint megkérdezném, hogy hány olyan szervezetet ismersz a bolygón, aki vagy akik egy olyan társadalom elérésén tevékenykednek, ahol nincs elnyomás. Tehát ez nem utópia. Tehát a fentiek azt ígérték, és ha valamit ígérnek, akkor az úgy van, hogy amire itt a bolygón aranykor lesz, nem lesznek elnyomók. Oké? Ilyen egyszerű. Ugyanis mi baj van az elnyomókkal? Jelenleg semmi. De tényleg. Mert jó kis teszt elé állítják az embereket. De a jövőben mi a baj? Hát az, hogy ameddig elnyomók vannak, addig a szociális emberek nem tudnak Isten igazából úgy fejlődni, hogy kellene maguktól. Persze, hogyha van tudásuk arra, hogy hogy kezeljék az elnyomást meg az elnyomókat, akkor sokkal könnyebb a helyzetük. De ha erre nincs tudásuk, akkor a fejlődésük az olyan, mint a hullámvasutazás. Egyszer fenn, egyszer lent. Egyszer fenn, egyszer lent. Tehát amikor lent van, akkor éppen nem fejlődik.
Amikor éppen fent van, akkor fejlődik, csak utána megjön a zuhanás, tudod. És ugye megnézitek, a hullámvasút is hogy működik, nem így húzzák fel, hanem szépen így emelkedik. Hosszasan emelkedik, tudod. Aztán hirtelen zsöty, lezuhan. Mennyi idő volt, mire fölmászott? Utána mennyi idő alatt zuhan le? Nézd meg az életedet. Mennyi idő kell ahhoz, hogy jól működjön minden? Utána milyen hamar el tudod rontani? Oké? Ezt hívjuk hullámvasutazásnak. Csak ugye ez nem a vidám parkba történik, hanem otthon, tudod. Szóval a lényeg az, hogy szerinted tudás nélkül, hogy lehet ezt kiküszöbölni? Hogy lehet megoldani? Nyilván nem egyik napról a másikra megy az, hogy megszűnik, és nagyon stabilan megszűnik ez a hullámvasutazás. Nem az, hogy egyre kisebbek legyenek a hullámok. Tudod, mint a hullámvasút is hogy megy? Főhúzzák, és utána a gravitáció sokáig viszi, és egyre kisebb hullámokon megy, és végül megáll. Nyilván itt nem arról szól a történet, hogy megállunk, hanem arról szól a történet, hogy megszűnjön ez a hullámzás. És vagy egyre kisebbé váljon, és tényleg a végén megszűnjön. Tudod, mikor fog megszűnni? Itt. Az aranykorban. Itt szűnik meg a hullámvasutazás. És az azt jelenti, hogy te stabilan tudsz fejlődni. Mi az, hogy fejlődés? Nézzük már meg gyorsan. Jó, tehát a fejlődésének szintjei. Ha megnézed, hol helyezkedik el jelenleg a legtöbb ember? Hát ezen a két szinten. A legtöbb ember ezen a két szinten van. Illetve volt, és rengetegen lementek egy szinten, túlélés szintjén. Na most, és azért születtél ide, le ide a bolygóra, hogy felkerülj a hatodik, illetve nem is a hatodik, bocsánat, a hetedik lelki szintre. Egy élet során. És ahányszor nem tudod teljesíteni a hetedik lelki szintet egy élet során, annyiszor születsz újra. Világos ez? Tehát egy élet során el kellene azt sajátítani, hogy fölkerülj a hetedik lelki szintre. Nyilvánvalóan ez segítség nélkül, hát nem sok ember tudta megcsinálni a bolygón. Ugye mit jelent az, hogy segítség? Hogyan kaptak régen ebben segítséget, hogy oda följussanak? Elvonultak egy olyan helyre, ez Kolostor, ahol nem kaptak elnyomást, és ahol voltak olyan tanítók, oktatók, szerzetesek, vezető szerzetesek, akik képesek voltak arra, hogy azt a szintű tudást átadják, ami ahhoz kell, hogy az illető felkerülhessen a hetedik lelki szintre. A hetedik lelki szint, ről egy-két dolgot, jó? Az a szint az, ahol egy lény képes arra, azért mondom, hogy lény, mert itt a lelkedről szól, nem a testedről szól a történet, tehát, hogy a lelked olyan magas tudatossági szintre kerüljön, hogy pontosan el tud különíteni cselekedetben és gondolkodásban, illetve inkább úgy mondanám, hogy gondolkodásban és cselekedetben el tud különíteni a szeretet, azaz a jó, és a rossz, azaz a gonosz cselekedeteket, tetteket, gondolatokat. Pontosan el tud különíteni, és úgy tudjál cselekedni, hogy az minél több, lehetőleg a legnagyobb jó érdekében történjen. Világos ez? Na most az embernek, mint léleknek,
meg kellene tanulni így működni, hogy képes legyél, hát úgy is lehetne mondani, csak úgy az kevésbé van megfogalmazva, hogy szeretetben, békében és boldogságban együttműködni másokkal. De ugye ez nem fejezi ki úgy, mint azt, hogy tudd a jó és a jó különböző fokozatai között, a rossz és a rossz különböző fokozatai között a pontos különbséget. És úgy tudjál gondolkodni, cselekedni, amit adott helyzetben a legoptimálisabb. Érted? Na most, hát van mit tanulni, nem? Van mit tanulni. És ezt meg lehet csinálni akkor, ha nincs elnyomás. Egy kolostorban nem volt elnyomás. Érted? Nem kaptak elnyomást. Vagy meg lehet csinálni, hát olyan emberekkel, akikkel együtt vagy, akik hasonszörűek ezen a téren. Érted? Tehát nem vonulsz kolostorba, de mégis, ha netán olyan emberekkel kell kommunikálnod, akik elnyomást gyakorolnának rajtad, akkor ezt te tudjad könnyedén kezelni. Oké? Tehát ugye sok feltétele van ennek, tehát ahhoz, hogy valaki eljusson akár csak a hatos szintre, nem a hetesre, a hatos, az legalább 9 évi tanulás. 9 évi tanulás. A hetes, az kinél mennyi? Oké? Tehát lehet, hogy kevesebb, mint 9 év, lehet, hogy több, mint 9 év. Van nekünk ugye ez a 7 lelki szintünk, és ezen a 7 lelki szinten végig kellene menni felfele. És nem lehet olyat csinálni, hogy átugorni egy szintet. És megvannak a feltételei, hogy mi kell ahhoz, hogy a következő szintet valaki meglépje. Például ilyenek, ugye mutatom, hogy még saját csapat nélkül nem lehet a 4-es szintől fölfele meglépni. Tehát már a 4-es szintet sem tudod teljesíteni saját csapat nélkül. Tehát az embernek nem csak azt kell megtanulni, hogy képes legyél különbséget tenni, hanem képes legyél feltétel nélküli együttműködésre. És ugye most a feltétel nélküli együttműködést nem lehet teljesíteni, mert tele van a világ elnyomókkal. Minden ötödik ember az ismeretségi körödben, nem a PPH-s ismeretségi körödben, hanem az egyéb ismeretségi körödben elnyomó. És a franc akar együttműködni elnyomókkal. Érted? Miért? Mert nem lehet velük együttműködni. Ami annyit jelent, hogy ugye a feltétel nélküli együttműködést addig, míg elnyomók vannak, nem lehet teljesíteni. Azt akkor lehet már, ha gyakorolni, hogyha az illető olyan módon működik, ahol nincsenek elnyomók. Érted? Tehát most, ha megnézed, neked együtt kell működni az APEC-kel is, nem? Ja, NAV-val, mindegy. Adóhivatal. Mindenféle hatóságokkal valamilyen formában együtt kell működnöd, nem? Például az is egy együttműködés, hogy mert ami nem hajtasz gyorsabban, mint amennyi a megengedett az autóddal, nem? Az is egy együttműködés. És egy csomó ilyen együttműködésed van, gyakorlatilag hatóságokkal. Tehát olyan szervezetekkel, amelyik korlátozzák az embert, nem? Na most, ha az embert korlátozzák, az akárhogy nézzük,
Ezt úgy hívják, hogy elnyomás. Jó, ezt a korlátozást azért csinálják, hogy mit tudom én, kevesebb baleset, vagy stb. Legyen. De egy etikus embernél nem kell korlátozásokat bevezetni, érted? Az etikája nem engedi meg, hogy olyan cselekedeteket végezzen, amivel másoknak bajt okoz. Érted? De ettől hol vannak az emberek? Ezért kellene korlátozó intézkedések, és ameddig vannak, addig azokkal kell együttműködnünk. Mi nekünk embereknek. Szóval lényeg az, hogy az együttműködést, a feltétel nélküli együttműködést már lehet gyakorolni most. Annak ellenére, hogy elég a világ nem olyan, hogy bárkivel szeretnél együttműködni. De mivel itt megválogathatod a csapatodban lévő embereket, és mivel nem elnyomók, ezért lehet velük együttműködni, ezáltal megtanulhatod már ideje korán azt, hogy hogyan kell úgy együttműködni, hogy az emberből ne váltson ki az együttműködés negatív érzelmeket. Világos ez? Mert most, ha megnézed, az emberi együttműködések a világban, megnézed, tele vannak kiváltott negatív érzelmekkel. És a negatív érzelem előjön egy emberben, akkor olyan dolgokat szokott tenni, ami nem feltétlenül jó a másiknak vagy a környezetének. Gondoljatok csak a párkapcsolatokban, mondjuk a negatív érzelmeknek az előkerülésére, hogy akkor miket szoktak a negatív érzelmek előidézni az emberekben. Mondjuk milyen vitákat, veszekedéseket, és egyéb dolgokat. Szóval a lényeg az, hogy van itt egy hely, ami sok mindenben egyedülálló a bolygón, amely azt tette, tűzte a zászlójára, hogy együtt a jövőnkért. Tehát ha nem teszünk a jövőért, akkor soha nem lesz jó jövő. Érted? És mit kell tenni a jövőért? Jót kell tenni a jövőért. És ha jó jövőt akarunk, akkor a jelenben kell jót tenni a jövőért. És mivel az emberek határozzák meg ezen a bolygón a jövőt, most jelen pillanatban és még a jövőben is, onnantól kezdve nekünk kell embereknek jót tennünk a saját jövőnket. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Na jó, jó volt veletek együtt lenni. Szeretlek benneteket, visszaadom a szót a házigazdánknak. Sziasztok! Köszönjük Szedlacsik Miklósnak ezt a fantasztikus képzést, és azt is köszönöm, hogy ennek a csodálatos háromnapi vezetőképzőnek a lezárásaképp a képzésnek a házigazdája lehettem. Magamról pár szót. Párommal egyre jobb házasságban élünk. Lébénybe jöttünk, van két csodálatos kislányunk. Foglalkozásom szerint vállalkozóként tevékenykedem. Részben a régi alkalmazotti munkámba tevékenykedek, mint vállalkozó, részben pedig a PPH-nál, mint szervező. A PPH tevékenységet egyre inkább tehát a mérleget egyre inkább átbillentem a PPH-ra, a másikat egyre jobban hátrahagyva. Itt a képzés alatt, a nyilvános, a díjmentes képzés alatt jöttek gondolatok ezzel kapcsolatban, munkával kapcsolatban, hogy mekkora hatalmas különbség
egyik oldalnak dolgozni, meg az emberekért tenni valamit. Ilyen példák ugrattak be a fejembe, hogy például én jelenleg egy szervizmérnökként dolgozok, egy géppel foglalkozok, nem részletezem, viszont annak a gépnek is úgymond idézelben jobbítom a életét, mert javítom, meg tréninget tartok, stb. Viszont az a gép, az nem fog nekem, tehát én nem tudok neki elismerést adni, ő se fog nekem elismerést adni, mert ez egy hideg masina. És teljesen más érzés emberek életét javítani, jobbá tenni. Őtőlük kapok visszacsatolást is, én is adhatok nekik elismerést, őrült nagy különbség. Másik, ami eszembe jutott, hogy az a gép milyen környezetben van. Az a gép egy olyan környezetben van, ami gyárnak hívjuk, üzemnek hívjuk, stb. És ott nem olyan emberek dolgoznak, akik azért dolgoznak ott, mert az a küldetésük, hanem azért dolgoznak ott, hogy túléljenek a túlélésre, a biztonságért. És azt veszem észre, hogy az elmúlt 2 évben egyre fokozottabban nagyon lesüllyedt a hangulatuk, az viszont nagyon fontos, hogy milyen hangulati szinten vagyunk, őnekik meg egyre süllyed a hangulatuk, és azt is észrevettem, most nem akarom nyíltan kimondani, hogy akik úgymond beálltak a sorba, azért valamiért, azok egyre frusztráltabbak, egyre zizisebbek, tehát egyre inkább stresszebbek, feszültebbek, máshogy lehet velük kommunikálni, ők egymással is máshogy kommunikálnak. Tehát az nagyon szembeötlő. Viszont itt olyan szuper csodálatos emberek között lenni, ez egy teljesen felemelő érzés, és ezt javaslom mindenkinek, aki most itt a videóban is néz minket, hogy ahogy teheti, tegye már meg azt az első lépést, és igen, haladjon az útján egy küldetés felé, amit itt megkapunk, és azt el tudjuk érni, és hát tegyen magáért és másokért. Őrült nagy különbség ezt átélni. A másik, hogy mit akartam mondani? Tehát itt olyan dolgot tanultam meg, konkrét eset, hogy amióta itt tanulok, idestúl 4 éve, konkrétan sikerült megoldani a hitel problémánkat. Szedlacsik Miklóstól olyan nem csak ötletet, hanem megoldás módszert kaptunk, amivel úgy jöttünk ki a banki hitelből, hogy emberek maradtunk, anyagilag nem dőltünk rommá, és tudtunk fejlődni amellett is, és azóta is folyamatosan. Most aki videót nézed, nem tudom, hogy hány embernek nincsen esetleg hitele. Szerintem több, akinek van, mint akinek nincs. Szerintem, igen. És ez egy óriási nagy, tehát ezen kívül elég sok minden problémámat sikerült elindítani, megoldani, vagy már több mindent meg is oldottunk. Úgyhogy én azt gondolom, meg tudom is, hogy életem legjobb döntése volt, hogy ide jöttem tanulni. Másoknak azt tanácsolom, akik esetleg nézik a videót, mert akik itt ülünk, azok már tanulunk, hogy ha néztél egy videót, akkor ne habozzál, regisztráljál be. Ha van, akitől kaptod a regisztrációs linket, akkor vedd fel a kapcsolatot vele, és rohanj el az első bankba, vagy indítsd a laptopodat, utald át azt a bizonyos összeget. Nem egy nagy összeg, szerintem nagyon alulárazott. Én nekem vannak a ismeretségi köreimben, meg tudomásom is olyan coachképzőkről, emberekről, akik ennek a tudásnak, az egész tortának egy nagyon vékony szeletét adják át embereknek. Hányszoros? Hát nem 10-szeres, 20-szoros, nem. Hát 100-szoros áron, igen, óránként. És ezért adnak tudást, meg adnak módszereket is, viszont annak a nagy tortának egy bizonyos pici szeletéből csak. Úgyhogy nagyon jó helyen vagyunk, akik nézd a videót, gyertek. Úgyhogy ezt tudom tanácsolni többieknek, elmondtam, mit adott nekem, úgyhogy ennyi. Köszönöm szépen még egyszer, hogy házigazda lettem, és többieknek mondom, hogy még ne menjünk haza, mert körbeállás lesz, ahol szokás szerint zenét hallgatunk. Köszönöm!